A képviselőtestület március 15-i rendkívüli ülésén rendkívüli szünetet rendelt el a pétfürdői óvodában és bölcsödében. Az oviban hogyan valósult meg ez? Igen, és 15-én értesültem a fejleményekről. A képviselőasszony fölhívott, hogy egy rendkívüli testületi ülés keretében hoztak egy döntést, amelynek az volt a lényege, hogy a gyerekek létszáma csökkenjen le az intézményekben, viszont a felügyeletet meg kell oldanunk. A határozatban ugye szerepelt, hogy nem lehet csoport összevonást tenni addig, amíg a létszám ezt indokolja, én úgy gondolom. Hétfőn az első munkanapon 20 kisgyermek érkezett meg, én azt hiszem, hogy a szülők tájékozódtak már, illetve eljutott hozzájuk ez a rendkívüli hír, és így már csak 20-an érkeztek meg az óvodában, őket természetesen a saját csoportjukban elláttuk, itt voltak az óvodában dolgozó kollégák, pedagógusok, segítő személyzet, és megtettük a megfelelő intézkedéseket. Első nap már lezártuk az ajtókat, a szülők részéről pozitívnak, legalábbis úgy gondolom, hogy pozitív volt, és nem ágált senki. A gyerekeket elvettük az ajtóban a szülőktől, illetve az érkező ágyneműt és minden egyéb felszerelést, és mi dolgozók kísértük a csoportjukba a gyerekeket. Zökkenőmentes volt az első nap. Másnap, ugye ez felkészülés volt a szülőknek arra, hogy a szerdai éles ügyeleti rendszer bevezetődéséhez megtalálják azt a fajta otthoni felügyelet módját, amit ők úgy gondolnak, hogy meg tudják oldani a gyerekek ellátását, illetve a gyerekeknek azt a felügyeletét, amit ők tudnak biztosítani. Szerdán, amikor élesbe került a helyzet, illetve élesbe fordult a helyzet, már csak 5 kisgyerek, illetve 6 igényelte az óvodai ellátást. Ők azok a szülők, akik olyan helyen dolgoznak, illetve vagy egyedülállók, és nehéz megoldani a gyerekek felügyeletét, vagy pedig olyan helyen dolgoznak, például a szociális szférában, boltban, gyógyszertárban, akiknek létszükséglet az, hogy dolgozzanak, illetve a lakosság kiszolgálása érdekében nekik dolgozni kell. Jelenleg is vannak gyermekek az óvodában? Igen, ez a létszám, ez így 5-6 körül van napi szinten. A napi szintű ellátás ennyit kisgyereknek kérték a szülők, és mi természetesen eközben itt vagyunk, és dolgozunk, fertőtlenítjük az intézményt, a Dajka nénik napi szinten minden olyan játékot, függönyt és egyéb berendezési tárgyat fertőtlenítő tisztításnak vetnek alá, ami az intézményen belül van. A karbantartó az óvoda udvarát lévő játékokat fertőtlenítette, illetve a bejáratokat, és egyéb olyan helyeket, ahol azért többen megfordulnak és megfogják. Ennyit jelen pillanatban ennyit tudunk tenni azért, hogy az intézmény többé-kevésbé úgy tudjon működni, hogy az ellátás megmaradjon egy szűk rétegnek, aki ezt igényli, és úgy gondolom, hogy a szülők pedig a maguk részéről azzal teszik meg a legjobbat a családjuk, illetve a gyerekek részére, hogy aki tudta, otthon tartja, és most is otthon vannak a családok együtt, és próbálják biztosítani a felügyeletet. Én olyat nem hallottam, hogy valaki ez ellen ágált volna, vagy rossz néven vette volna. Mindenki természetesen azt nézi, hogy mi a legjobb a saját szűkebb és tágabb környezetének. A szülők részéről semmilyen negatív visszhangot nem hallottam. Az óvónők felvették a kapcsolatot, illetve felveszik a kapcsolatot a Facebook csoporton belül, és ott tartják a kapcsolatot a gyerekekkel, illetve a szülőkkel. Jelen pillanatban ennyit tudunk tenni azért, hogy a napi kapcsolattartás meglegyen, és ne szakadjanak el teljes mértékben a gyerekek az intézménytől. Van megfelelő mennyiségű és minőségű védőeszközük és tisztítószerük? Igen, gondoskodtam mindenféle olyan vírusölő, illetve baktériumölő tisztítószerről, ami elérhető a piacon. Ezt használjuk napi szinten, és azzal, hogy lezártuk az óvoda bejáratát, és csak a dolgozók jutnak be naponta is, azok a gyerekek. Gondolom, hogy ez is egyfajta védekezés és megelőzés. A higiéniai feltételek eddig is az óvodában nagyon szigorúak voltak, most erre még hatványozottabban figyelünk, a kilincseket naponta
szerintem százszor is letöröljük, és azokat az eszközöket, amiket a gyerekek használnak napi szinten, azt pedig természetesen ugyanúgy fertőtlenítjük sűrűbben, sokkal sűrűbben, mint eddig. Az étkezést a szolgáltatónk biztosítja, a bent lévő gyerekek részére a napi háromszori étkezés biztosítva van, és március 23-ától pedig a rendkívül gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére is a fenntartó biztosítja az étkezést. Nekik ebédet tudunk biztosítani, a szolgáltató ide fogja hozni, és az óvodából kerül lakcímre kiszállításra. Kik oldják meg a kiszállítást? Én úgy tudom, a jegyzőasszonnyal megbeszélve, hogy a közterület felügyelet autójával fogják lakcímre az érintett gyerekek szüleinek átadni az ebédet. Jelen pillanatban az óvoda összes dolgozója itt tartózkodik az intézményben? Itt vagyunk, dolgozunk, csökkentett munkaidőben, ennyi kedvezményt tudok én is adni azért, hogy esetleg a dolgozóim sem merüljenek ki, illetve ők is valamilyen módon védve legyenek, hisz nekünk is ugyanúgy van családunk, aki vállalta, az nálunk is bejár napi szinten, és elvégzi a gyerekfelügyeletet, illetve azokat az egyéb teendőket, amik óvónők, illetve dajkák részéről napi szinten elvégezendők, illetve amivel elmaradtunk, vagy egy kicsit előre lehet készülni erre. Ebben ezzel dolgozunk, és ezt készítjük elő, hogy a visszaálló normál menetrendben majd esetleg tényleg csak hozzá kelljen nyúlni az elkészített eszközökhöz, illetve az elkészített adminisztráció rendelkezésre álljon. Rendkívüli időket élünk. Hogyha lesz egy olyan szülő, akinek a gyermekét az elkövetkező hetekben mégiscsak el kellene hoznia az óvodába, hol és hogyan jelentkezhet, hogyan vegye fel önökkel a kapcsolatot? Hát mindenképpen telefonon, illetve e-mailben, illetve a belső Facebook csoporton, ami minden csoportban működik. Én azt kértem a szülőktől, illetve én is egy levelet írtam a szülőknek minden Facebook csoportban az óvónéniken keresztül. Azt kértem, hogy ha bárkinek bármi problémája van, illetve részünkről van olyan új információ, amit közölnöm kell, akkor így fogjuk közölni velük, és mindenképpen természetesen a telefonos kapcsolattartás módját javasoljuk, nem a személyes megjelenést. Én szeretném megköszönni legvégül a szülőknek ezt a pozitív hozzáállását, illetve azt a fajta mentalitást, amit ilyen rendkívüli esetben tanúsítottak, és úgy gondolom, hogy mind a saját gyermekük, mind a másik gyermekért érzett felelősség érzett most felülkerekedett, és tényleg mindenki igyekezett a lehető legpozitívabban hozzáállni ehhez a rendkívüli helyzethez. Én köszönöm a szülőknek, köszönöm a kollégáimnak ezt a helytállást ebben az időszakban, és szurkolok, hogy ez ne tartson hosszú ideig, és ez a bizonytalanság megszűnjön lehetőség szerint minél hamarabb, mert szerintem a legrosszabb ebben a helyzetben a bizonytalanság, amit megélünk nap mint nap. Én úgy gondolom, hogy ha mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kormány által előírtakat betartsuk, akkor ez hamarosan lezajlik, és bízunk abban, hogy minél előbb visszaállhat a normál élet az országban, és így szüket hazánkban is, meg az óvodában is.